A Rákos Csabán található református szeretet otthon két szépkorú lakóját köszöntötték augusztus 16-án. Dr. Szabó Andornét 90. míg Bartos Gyulánét 95. születésnapja alkalmából Horváth Tamás alpolgármester, valamint dr. Füzesi Péter önkormányzati képviselő látogatta meg az idősek otthonában. A Lemberg utcai idősek otthonának két lakóját ünnepelték augusztus 16-án. Bartos Gyuláné Kati néni 95, míg dr. Szabó Andorné Edit néni 90. életévét töltötte be a napokban. A szépkorúakat Horváth Tamás alpolgármester és dr. Füzesi Péter, Rákos Csaba önkormányzati képviselője köszöntötte egy-egy Orbán Viktor miniszterelnök által aláírt emléklappal, valamint virágcsokorral. Bartos Gyuláné 1924-ben született Vásárosnaményben. Kati néni családjával bejárta az egész országot, ennek köszönhetően 10 városban is éltek. 1943-ban érettségizett munkácson, kereskedelmet tanult. Férjével 18 éves korában ismerkedett meg, két gyermekük született. Kati néni immáron 25 éve lakik a református szeretet otthonban, az első beköltözők egyike volt, mindennapjait pedig hímzéssel tölti. Az idős hölgy megosztotta gondolatait a hosszú élettitkáról is. A hosszú élettitka, hogy az ember mindig csináljon valamit. Én most is csinálok. Én még mindig kézi munkázok, és bár olvasni már nagyítóval kell, de a kézi munkát meg tudom csinálni, keresztszemes kézi munkákat. Dr. Szabó Andorné 1929-ben született Szentpéterszegen. Édesanyja pedagógus, édesapja pedig református lelkész volt. Edit néni 5 évig tanult a Debreceni Egyetemen, ezt követően tanárként dolgozott. Emellett főállású édesanyaként férjével 5 gyermeket neveltek. Leginkább ugye pedagógus voltam, akkor voltak bizonyos szakkörök, azokat vezettem, és hát leginkább ugye a gyerekekkel voltam elfoglalva. 5 gyerekek, sok gondot és szeretetet meg kíván, úgyhogy őket neveltem. A köszöntést követően dr. Füzesi Zoltánné intézményvezető a jeles nap alkalmából fényképes összeállítással és születésnapi tortákkal készült. Meglepetésként pedig Bokor Jutta operaénekesnő előadással örvendeztette meg az egybegyűlteket.